kattant a bilincs. Az Áhonyi határátkelő helyen történt tegnapi akciót követően az ott szolgálatot teljesítő 30 kihallgatott hivatásos rendőr közül 21-et őrizetbe vettek. Őszi védműfelülvizsgálat. Felkészültek az esetleges árvizekre a szakemberek, valamint a 60 km hosszú beregi védelmi szakasz is megfelelő állapotban van. Külföldi kapcsolatok. Leginkább logisztikai, számítástechnikai és biotechnológiai vállalkozások együttműködésére számítanak a Flamand régióban. Az Áhonyi határátkelőhelyen történt tegnapi akciót követően az ott szolgálatot teljesítő 30 kihallgatott hivatásos rendőr közül 21-et őrizetbe vettek. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az akció részeként a főügyészség a rendőrség segítségével házkutatásokat tartott, és átvizsgálták a határátkelőhely épületét is. A házkutatások során előkerült több millió forint és több ezer euró, egy útlevél kezelőt tetten is értek. A központi nyomozó főügyészség az Áhonyi határrendészeti kirendeltség 30 hivatásos rendőrét hallgatta ki gyanúsítottként. Alapvetően üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának büntette miatt. Ezen 30 gyanúsítottként kihallgatott szeméből 21-en vannak jelenleg is őrizetben. A tegnapi nap során a főügyészség munkatársai a rendőrség segítségével 39 helyszínen tartottak házkutatást, köztük az Áhonyi határátkelőhely épületében is. A házkutatások során több millió forintot és több ezer eurót foglaltak le az ügyészek. Egy útlevélkezelőt tetten értek, az alsó nadrágában 950 eurót találtak kollégáim. Felkészültek az esetleges árvizekre a szakemberek, valamint a 60 km hosszú beregi védelmi szakasz is megfelelő állapotban van. Ezeket ellenőriztem a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatósága a védművek felülvizsgálata során. A közelmúltban komoly fejlesztések valósultak meg a Tisza jobbparti védvonalán, a következő lépés pedig egy új híd építése lesz Tivadarnál. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság minden ősszel felülvizsgálja az árvízvédelmi szakaszokat. A Megyei Védelmi Bizottság elnöke Kozma Péter személyesen is tájékozódott a jelenlegi állapotokról. Az elmúlt időszakban több fejlesztés is megvalósult a Tisza védvonalán. A legfontosabb az, hogy befejezéséhez közeledik a beregi árapasztótározó. Ennek keretében megépülnek a töltések, 65 darab új műtárgy létesül, illetve újul meg. Megújult a tiszaszalkai szivattyútelepünk is. Ez nagy mértékben fogja az árvízi biztonságot javítani a jövőben, de ezek a beruházásoknak nem csak árvízi célja van, hanem komoly vízgazdálkodási létesítményrendszer jön ezáltal létre. Képesek leszünk a vizek többletét és a vizek hiányával kapcsolatos problémát is kezelni. Jelenleg az országhatártól országhatárig terjedő beregi árvízvédelmi töltés állapotát vizsgálták a szakemberek. Ez a szakasz Tarpától egészen Lónyáig tart, több mint 60 km hosszú. Ellenőrizték a töltéseket, a gátőrök felkészültségét, a védelmi eszközök, illetve anyagok meglétét. A katasztrófa védelem is soros üléseket tart jelenleg 13 járásban, ahol ár- és belvízi felkészüléseket tartanak a sikeres védekezés érdekében. Ezeknek az alapja egy kiépített logisztikai rendszer. Elsősorban a veszélyelhajtási terveket kell folyamatosan felülvizsgálni, ezen kívül pedig a települési vízkárelhajtási terveket kell nekünk felülvizsgálni. Természetesen nagyon fontos az, hogy a településeken tudják azt, hogy milyen nyomvonalon, milyen ideiglenes védművet kell képíteni, ehhez milyen szükséges erők, eszközök kellenek, és akkor, hogyha bekövetkezik véletlenül egy olyan helyzet, amikor a védekezést meg kell kezdeni, akkor már a település felkészülten tudja ezeket a feladatait végrehajtani. A fejlesztések következő lépése egy teljesen új híd építése Tivadarnál. A tervet a szakemberek már elkészítették, egy sikeres közbeszerzés után a könnyebb vízlefolyás érdekében kevesebb pillérrel épül majd meg az új híd. Leginkább logisztikai, számítástechnikai és biotechnológiai vállalkozások együttműködésére számítanak a Flamand régióban. Erről a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara szakmai találkozóján szóltak a szakemberek. A rendezvény célja a Flamand régió és a hazai vállalkozások kapcsolatának erősítése, valamint az új lehetőségek felkutatása és bemutatása volt.
Szabolcs-Szatmár már Bereg megye és a Flamand régió között már most is nagyon erősek a kapcsolatok. Ezt bizonyítja az az inkubátorház is, amit a Flamand kormány támogatásával építettek a megyeszékhelyen a 90-es években. Tájékoztatott az iparkamara rendezvényén a brit nagykövetség Flamand befektetési és kereskedelmi igazgatóságának közép- és kelet-európai igazgatója. Thomas Castrell hozzátette, az érdeklődő cégeket egy komplett vállalkozásindítási csomaggal várják a belgiumi régióban. A mi szervezetünk, a Flanders Investment and Trade egy teljes csomagot kínál azoknak a cégeknek, amelyek a belgiumi Flandriában szeretnének piacra lépni. A vállalkozások számára segítséget nyújtunk a kapcsolatok kialakításában, segítünk őket összehozni a helyi partnerekkel, és jogi vagy adózási tanácsokat is adunk, ha szükséges. Emellett természetesen akár az irodabérlésben és egyéb más dologban is segítséget tudunk nyújtani számukra. Of course, office spaces, etc. are things we can provide. A flamandok leginkább logisztikai, számítástechnikai és biotechnológiai vállalkozások együttműködésére számítanak, de emellett bármilyen új kapcsolatra nyitott a régió, mondta el az igazgató a rendezvényen, ahol már meglévő flamand kapcsolatokkal rendelkező vállalkozások is jelen voltak. 3-4 éve tart egy kapcsolat egy genti céggel, autóipari beszállító, és alkatrész tárolókat gyártunk neki. A mai nap azért szerettem volna, vagy azért vagyok itt, hogy hát ha sikerül még plusz flamand kapcsolatokat kiépíteni, illetve kapcsolatokat szerezni. A szakmai találkozón elhangzott továbbá, az antwerpeni kikötő és jó vállalkozás indítási célpont lehet a régióban. Jelentős károkat okozott a vadállomány a szatmárberegi térségben, erre hívja fel a figyelmet a megyei közgyűlés Jobbik frakciójának vezetője. Adorján Béla szerint akadnak olyan területek, ahol a termés mindössze 10%-át tudják betakarítani a gazdák. A politikus szerint a mezőgazdaságból élőknek nem csak a vadak okoztak kárt, hanem azok a vadászok is, akik felelőtlenül vadásznak térségünkben. A megoldás az, és nem kérem, hanem most már inkább követelem, az, hogy mérjék fel objektíven a vadállományt. Ennek többféle lehetősége van. Egyrészt ki kell menni a területre, fel kell járni a területet, és az ott lévő nyomokból, rágásokból és egyéb más jelekből fel lehet mérni azt, hogy körülbelül a terület mennyire van telítve vaddal. Azon kívül össze kell hasonlítani a vadásztársaságok által leadott vadállományi jelentést a vadkár mértékével. Én egészen biztos vagyok benne, hogy nem találunk olyan területet, ahol a kettő szinkronban van egymással. Korszerű laboratóriumot alakítottak ki a fehérgyarmati Deák Ferenc gimnáziumban pályázati támogatás bevonásával. Az új terem elősegíti a természettudományos oktatás fejlesztését a térségben. Az intézménybe ugyanis 12 különböző iskolából járnak diákok az emelt szintű képzésekre. Javult a természettudományos oktatás gyakorlati feltétele a Deák Ferenc gimnázium és kollégiumban Fehérgyarmaton. Egy pályázat keretében az iskola régi kémia termét alakították át egy 36 személyes laboratóriummá. Modern készülékeket kaptunk digitálisan is, számítástechnikában is, egyebekben. Hát és a pályázatnak a teljes összege 346 millió forint, amit még kimondani is öröm egyébként, meg borzasztó másoknak. Hát ennek egy része természetesen a megvalósításra, most a megvalósítási időszakra hoz kötődő, a többi pedig a fenntartási időszakra tartozik majd. A pályázat még 2012-ben indult azzal a céllal, hogy korszerű körülmények között ismerkedjenek meg a diákok a kémiával, a fizikával, a biológiával és a földrajzzal. A záró rendezvényen a térség országgyűlési képviselője úgy nyilatkozott, a szellemi tőkébe fektetett munka mindig megtérül. A Fehérgyarmati Deák Ferenc gimnázium pedagógusai együttműködve a térségi iskolák pedagógusaival, igazgatóival kiváló munkát végeztek, és egy olyan labor átadására kerülhetett sor, ami egyébként persze természetesen már működik, ami a 21. században, abban a világban, ahol a természettudományoknak, a modern tudományoknak egyre nagyobb szerepe van, akár egy fehérgyalmat térségéből származó nehéz körülmények közül érkező diák számára is kellő biztonságot adhat abban, hogy ebben az űrzavarban eligazodjon. Az intézménynek kiemelt szerepe van a térségben, az emelt szintű természettudományos oktatás miatt a környék 12 különböző iskolájából járnak ide diákok. Szívet melengető érzés egy ilyen beruházást látni e falak között.
Ez a projekt a természettudományos képzést segíti elő. A gyerekek olyan gyakorlati tudást, tapasztalatot kapnak, amely a jövő tudósai, kutatói számára nélkülözhetetlen. Én úgy gondolom, hogy ez a projekt a jövőben meghozza a maga eredményét, hiszen olyan kiművelt emberfőket fog képezni, amely a jövő társadalma számára nélkülözhetetlen. A Fehérgyarmati Gimnázium tanulói számára már 4 éve elérhető az emelt szintű természettudományos oktatás. Az új laboratórium a tanárok munkáját is megkönnyíti a jövőben. Kutatások bizonyítják, hogy egy szellemileg aktív, szépkorú, hosszabb és egészségesebb élete számíthat. A témáról a folytatásban, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Mintegy 150 hajléktalan vett részt ma ingyenes tüdőszűrésen Nyíregyházán. A vizsgálatot 3. alkalommal szervezte meg a Megyei Városi Tüdőgondozó Intézettel együttműködve az Oltalom Szeretett Szolgálat. Vereséget szenvedett a Szolnok otthonában a Marsó Nyíregyháza. A férfi kosárlabda bajnokság 4. fordulójában a bajnoki címvédő 95-53-ra győzte le Sitko Ernő együttesét. A nyíregyháziak szombaton a Szombathely csapatát fogadják. Kutatások bizonyítják, hogy egy szellemileg aktív, szépkorú, hosszabb és egészségesebb életre számíthat. Ezt a Debreceni Egyetem egészségügyi karának dékánja mondta, mielőtt együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a Miskolci 3. kor egyeteme és a szintén Miskolci Szikra alapítvány vezetőivel. Közös céljuk, hogy összefogják a szépkorúak minőségi öregedését segítő és az egész életen át tartó tanulást biztosító szerveződéseket és intézményeket. Magyarországon jelenleg több mint 2,8 millió idős ember él, ez a népesség 23%-a, ami 2020-ra elérheti a 30%-ot. Az időskorú népesség szemszerinti növekedése mellett azonban úgynevezett minőségi változás is érzékelhető, már magasabb iskolai végzettségűek és sokan közülük az egész életen át való tanulást igénylik. Ezért számos európai ország példája alapján 5 évvel ezelőtt hazánkban elsőként Miskolcon megalakult a 3. kor egyeteme, amelynek célja, hogy közösségi teret adjon a szépkorúaknak, valamint megteremtse az úgynevezett minőségi öregedés feltételeit. Többek között előadásokat, tanfolyamokat szerveznek az érdeklődőknek. Mi megkérdeztük az időskorúakat, hogy mit szeretnének, és ezt minden évben ismételten megkérdezzük egy ilyen kérdői szerűen, de a klubokban is járunk elünk, és ott is gyűjtjük. Van nekünk a 3. kornak egy ilyen idősügyi tanácsa, vagy ha tetszik a bölcsek tanácsa, és ez egy 11 tag, aki járja a megyét, és járja részben a város, és ebből összejön egy olyan igény, szükséglet keret, amiből megpróbáljuk a lehetőségeinken belül összeválogatni, hogy mi lesz az a tevékenységi kör, milyen területekkel tudunk foglalkozni, mire van igény. A kuratóriumi elnök kiemelte, széles körű az idősek érdeklődési köre, ezért az egyetemi minősített oktatók többek között egészségüggyel, számítástechnikával, önvédelemmel kapcsolatos előadásokat is tartanak nekik. A Debreceni Egyetem egészségügyi karának dékánja hozzátette, tavaly Nyíregyházán is elindítottak egy hasonló kezdeményezést, a Szépkorúak Akadémiáját, ami már 2. fél évét kezdte a közelmúltban. Ennek sikeressége és a Miskolcihoz hasonló gondolkodás együttműködésre késztette a két intézményt, a 3. kor egyetemeinek hálózatát akarják elindítani. Nyilvánvalóan ez egy régiós szerveződés, ami alapul a Miskolci, illetve nyíregyházi együttműködés kapcsán, de ezt szeretnénk tovább kiterjeszteni, hiszen már vannak olyan szerveződések, amelyek hasonló alapon, hasonló tematika indítatás alapján működnek. Őket szeretnénk magunkhoz csoportosítani, és utána pedig nyilvánvalóan a következő cél pedig az, hogy alakuljanak majd ilyen jellegű szerveződések. Tehát ami van, őket összefogni először, és ennek kapcsán tovább lépni, alapítani Magyarországon, illetve ha már ez megtörtént, akkor kilépni nemzetközi szintre.
A hálózat megalapítását is kezdeményező együttműködési szándéknyilatkozatot ma írták alá Nyíregyházán a harmadik félegy Miskolci Alapítvány. A szerepünket abban látjuk mégis ebben az együttműködésben, hogy a hálózattá formálódást, a civil szerveződést próbáljuk segíteni. Elsősorban civil együttműködésekben van gyakorlatunk, ezen együttműködéseknek a generálásában, civil szervezetek esetében szervezetfejlesztésben, és ezzel a tudásunkkal szeretnénk hozzájárulni ennek a hálózatnak a működéséhez. Az aláírást követően az egészségügyi kar dékánja kiemelte, a kutatások is azt mutatják, egy szellemileg aktív, szépkorú, hosszabb és egészségesebb életre számíthat. Ezt kívánják erősíteni a harmadik kor egyetemeinek hálózat bővítésével. Mintegy 150 hajléktalan vett részt ma ingyenes tüdőszűrésen Nyíregyházán. A vizsgálatot harmadik alkalommal szervezte meg a megyei városi tüdőgondozó intézettel együttműködve az Oltalom Szeretett Szolgálat. Erre azért van szükség, mert az intézmény szolgáltatásait csak érvényes tüdőszűrővel vehetik igénybe a fedél nélkül élők. Már reggel 8 órakor megérkezett a mobil szűrőbusz az Oltalom Szeretett Szolgálat nappali szolgáltató központja elé, mintegy 150 hajlék nélkül élő vette igénybe az ingyenes szűrővizsgálatot. Minden évben tüdőszűrésen kell részt venniük, hiszen csak érvényes tüdőszűrővel lehet igénybe venni a szolgáltatásainkat. És ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy egy ilyen szervezett formában történjen ez meg, mert így biztos, hogy senki nem marad ki belőle, illetve a tüdőszűrőállomásnak is sokkal könnyebb, hogyha itt koncentráltan egyszerre egy alkalommal le tudjuk őket szűrni. A központi szűrést már harmadik alkalommal szervezték meg, az előző vizsgálatok eredményei pedig azt mutatják, szemben a társadalmi hiedelmekkel, hogy nem jellemző a TBC a hajléktalanok körében. Három alkalommal jelentkeztem már a tüdőszűrésen, tehát itt lehetőség van ahhoz, hogy ingyen van, és ugye hozzáteszem azt, hogy az egészségi állapotunk az nagyon fontos, mert hát köztudott azért, hogy intézményben nem lehet úgy bejönni, hogyha nincs tüdőszűrőpapírra nem rendelkezünk, és akkor nem tudják megkülönböztetni, hogy ugye egészséges vagyunk, vagy nem, és akkor ezzel meg nem fertőztessük a többi társadalmat sem. Tehát ezért fontos ez egyébként. A nyíregyházi tüdőszűrésen mintegy 150-en vettek részt, legtöbbjük a nappali szolgáltató központ felhívására érkezett ide, de más utcán élő hajléktalanok segítségével foglalkozó egyesület is támogatta a vizsgálatot, ők is tájékoztatták az érintettek a szűrési lehetőségről. Vereséget szenvedett a Szolnok otthonában a Malsó-Nyíregyháza. A férfi kosárlabda bajnokság negyedik fordulójában a bajnoki címvédő 95-53-ra győzte le Sitko Ernő együttesét. A nyíregyháziak szombaton a Szombathely csapatát fogadják. Három év szünet után lépett pályára a Szolnok ellen a Nyíregyháza, ugyanis az elmúlt három szezonban a tiszapartiak nemzetközi kötelezettségük miatt csak a felsőházi rájátszásban kapcsolódtak be a bajnokságba, így nem találkozott egymással a két csapat. A hazaiak az első perctől kezdve tudatosították, hogy melyik a jobb együttes, az első negyedet 17, a másodikat 9 ponttal nyerte a Szolnok. A második félidőben sem változott a játékképe, a házigazda könnyedén, a vendégek nehezen szerezték a kosarakat, és a 10, illetve 6 ponttal megnyert negyedeket követően 42 pontos lett a végére a két csapat közötti különbség. Sitko Ernő szerint szinte semmi nem valósult meg abból, amit kért a csapatától. A Szolnok valóban jó csapat, jól szerepelnek a bajnokságban, illetve a nemzetközi kupában is nagyon komoly eredményeket érnek most már el, és bízom benne, hogy ez a továbbiakban is így lesz, hiszen mindenképpen szükséges, hogy a magyar kosárlabdázásnak legyen egy zászlós hajója a klub szinten is. De visszatérve a mi mérkőzésünkre, azért nem valósult meg, mert szerettem volna, hogyha kevés eséllyel is lépünk pályára, akkor is büszkén kapjunk ki esetleg, hogyha ez így alakul. Ez sajnos nem így sikerült. A játékosok nagy része túlságosan tisztelte az ellenfelet, és nagyon-nagyon féltünk ettől a mérkőzéstől, és ez sajnos már az első pillanatban látszódott, és néhány perc után azt lehet mondani, hogy eldőlt a találkozó sorsának a végkimenetele. Viszont, ahogyan az előbb is említettem, nem mindegy, hogyan kapunk ki. Lehet küzdeni, meg lehet mutatni, hogy azért nem adjuk olcsón a bőrünket, és egy kicsit nagyobb ellenállásra kényszeríteni a Szolnokot. Sajnos úgy vettem észre, hogy a Szolnoknak nem kellett megizzadnia ezért a győzelemért.
A forduló további eredményei: Jászberény Körmend 80-84, Kaposvár Mavc 90-67, Kecskemét Albafehérvár 63-94, Pécs Zalaegerszeg 81-62, Sopron Szeged 67-51 és Szombathely atomerőműese 81-61. Négy fordulót követően egyedül a Körmend 100%-os a bajnokságban, három csapat, a Szombathely, az atomerőműese és a Szolnok áll 3-1-es mutatóval. A Marsó Nyíregyháza két győzelemmel és két vereséggel a 8. helyen várja Szombathely elleni mérkőzését. Több gólzáporos meccset is játszottak a labdarúgó megyei első osztály 10. fordulójában. A listavezető Ibrány 10-1-re verte a Kemecsét, ugyanilyen eredmény született a Sényű Gyulaháza találkozón is. Két másik meccsen pedig 7-7 gólt láthattak a szurkolók. Gólgazdagnak bizonyult a megyei első osztály 10. fordulója, a 8 mérkőzésen összesen 49 alkalommal kellett maguk mögé nyúlniuk a kapusoknak. Minimum kétszer mindenütt megzörrent a háló, a legkevesebb gólt az 1-1-re végződött Baktoló Rendháza Tiszakanyár mérkőzésen láthatták a szurkolók. A Szakói-Fehérgyarmat meccs 2-1-jel, a tiszavasvári Nagyesed összecsapás 1-2-vel zárult. A Mátészalka 4-1-re múlta felül a Nagyhalászt, a Mándok 5-2-re bizonyult jobbnak a Nyírgyulajnál, és szintén 7 gól született a 7-0-ra végződött Tuzsér Tiszalök meccsen is. Az Ibrány Kemecse, valamint a Sényű Gyulaháza párharca egyaránt a hazaiak 10-1-es győzelmét hozta. Már a 10. percben talán 3-0 volt, tehát ez rögtön az első három helyzetünket értékesíteni tudtuk, majd ezt követően nyilván már az ellenfél is kicsit feladta, és utána sorra alakítottuk ki a helyzeteket, úgyhogy így összességében azt mondom, hogy volt ebben a meccsben 9 gólos különbség. Arra számítottunk, hogy egy zárkózottan védekező, kemény ellenfél ellen lesz dolgunk. Valóban így is volt, tehát abszolút visszazártak, és próbáltak védekezésből gyors kontrákat vezetni. Csak mivel mondom még egyszer, hogy az első pár percben gyorsan be tudtunk találni, így borult nyilván az ő elképzelésük, és muszáj volt jobban kitámadniuk, ami aztán még inkább odáig vezetett, hogy még több gólt tudtunk rúgni nekik. A tabella élén a 25 pontos Ibrányál megelőzve a 23 pontos Nagyecsedet és a 21 pontos Tuzsért. A 19 pontos Sényőt az egyaránt 18 pontos Nyírgyulaj és Mándok követi. A Tiszakanyának 17, a Szakóinak 16, a Tiszavasvárinak 13 pontja van. Három csapat, a Mátészalka, a Baktoló Rendháza és a Fehérgyarma 12 pontot gyűjtött. A 10 pontos Gyulaháza mögött a 7 pontos Kemecse és a 2 pontos Nagyhalász következik a sorban, amelyet a még mindig pont nélküli Tiszalök zár. A 11. forduló párosítása követ Tiszalök Mátészalka, Nyírgyulaj Baktoló Rendháza, Kemecse Sényű, Nagyecsed Mándok, Nagyhalász Tiszavasvári, Tiszakanyár Ibrány, Gyulaháza Szakoly és Fehérgyarmat Tuzsér. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. A záhonyi határátkelőhelyen történt tegnapi akciót követően az ott szolgálatot teljesítő 30 kihallgatott hivatásos rendőr közül 21-et őrizetbe vettek. Az akció részeként a főügyészség a rendőrség segítségével házkutatásokat tartott, és átvizsgálták a határátkelőhely épületét is. A házkutatások során előkerült több millió forint és több ezer euró, egy útlevél kezelőt tetten is értek. Felkészültek az esetleges árvizekre a szakemberek, valamint a 60 km hosszú beregi védelmi szakasz is megfelelő állapotban van. Ezeket ellenőrizte ma a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatósága védművek felülvizsgálata során. A közelmúltban komoly fejlesztések valósultak meg a Tisza jobb parti védvonalán, a következő lépés pedig egy új híd építése lesz Tivadarnál. Leginkább logisztikai, számítástechnikai és biotechnológiai vállalkozások együttműködésére számítanak a Flamand régióban. Erről a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara szakmai találkozóján szóltak a szakemberek. A rendezvény célja a Flamand régió és a hazai vállalkozások kapcsolatának erősítése, valamint az új lehetőségek felkutatása és bemutatása volt. A Kölcsei Televízió híradóját látták kedden. A legfrissebbekkel holnap este jelentkezünk, híreinket addig is megtekinthetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!
Éjszakára megszűnik a csapadék, és holnap már napsütésre is számíthatunk. A jelentős mennyiségű csapadékot okozó magassági hidegörvény keletre helyeződik, szárazabb, hidegebb levegő érkezik fölénk. Éjjel felszakadozik, csökken a felhőzet, eleinte még előfordulhat kisebb eső. A nyugati szél helyenként megélénkül, reggelre általában 4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben fel részben felhős, fel részben napos idő várható, csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 11 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban csendesebbre fordul időjárásunk, a közelünkben elvonuló időjárási frontok már nem szólnak bele időjárásunk alakulásába. A hétvégéig a párás, ködös hajnalokat változóan felhős, részben napos idő követi majd. Éjszaka helyenként már gyenge fagy is várható, de napközben még 12-15 fokig melegszik a levegő. A jövő héten a magasban enyhébb levegő ér el bennünket, emiatt lesznek tartósan felhős vidékek, és már kevesebb napsütés várható.